Bemutatom kedves vendégeinket, dr. Csókai András idegsebész, agykutató, szeretettel köszöntelek, és dr. Kerényi Lajos, piarista szerzetes pap. Azért választottalak benneteket, mert úgy érzem, hogy két olyan autentikus személy vagytok, akik a kórház világát ebből a szempontból, amit az előbb felsoroltam, hát nagyon sokat tudtok mondani. Ugyanannak az éremnek talán két oldaláról beszélhetünk, mert a kórházban talán azt gondolják az emberek, hogy hát ott betegek vannak, ami persze igaz, de hogyha arra gondolunk, hogy itt messze nem csak a bióról szól a dolog, sőt, még csak nem is csak a pszichéről, és még csak nem is a szociális dologról, hogy kapcsolathiány vagy szeretethiány, hanem a spirituális énünk sóhajt föl, Szent Pál szavaival sóhajtozik, valami után, ami egy megfogalmazhatatlan kérdésként szakad ki belőlük talán, hogy mi lesz velem, vagy ki jön be az ajtón, amikor kinyílik. Mit gondoltok, mi a karácsonyi létállapot legfontosabb jellemzője egy kórházban, egy betegágynál? A lelkiségnek mik a legfontosabb vonatkozásai? Ha arra gondolunk, hogy Magyarországon körülbelül 70 ezer férőhely van a kórházakban, ha arra gondolunk, hogy körülbelül 55 ezer férőhely van az idős otthonokban, ha arra gondolunk, hogy körülbelül 35 ezer férőhely van az úgynevezett szociális ellátóintézményekben, akkor egy olyan számot kapunk, és akkor itt a börtönnek a férőhelyeit már nem is említem, csak maradjunk szorosabban az egészségügynél, akkor is egy több százezres olyan tömegről beszélünk, akiknél ezek a kérdések, hogy mi lesz velem, és ki az, aki jön, ha egyáltalán jön a nyitott ajtón keresztül, akkor ez egy alapkérdésé válik. Hogyan gondolkodtok erről? Kezdjem. Hát én is szeretettel köszöntöm a kedves látókat és hallókat, hallgatókat. Talán egy addig karácsonyi verséből idéznék pár sort. Azt mondja, hogy ember ember ellen csatázik. Mi egyesítsen, nincsen eszme. Rommá dőlt a messiás háza, tanítása erkölcse veszve. És akkor fölkiált, ó, de hogy állattár süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Új messiást küldj nekünk. Hát a messiás már eljött. És amikor azt kérdezik, hogy mi a karácsony, ahogy kedves Miklós testvér mondta az előbb, Jézus Krisztus. Tehát az értékrendeknél mindig egy olyan, ugye ezt nagyon tetszik, hogy mi egyesítsen, nincsen eszme, az értékrendeknél mindig azt látom nagyon fontosnak, hogy az ne álljon le valahol. Tehát a végtelenbe tudjon nyitni. A magam kis módján háromféle értékrendet szoktam emlegetni. Az egyik, mondja, krumpli, liszt, bableves. Hát ez egy nívó. Annyira állattá süllyed, csak ottan szörtyög ezekbe a jó dolgok, ezek, én is szeretem őket, de itt nem lehet leállni. De egy fiú a kórházi ágyon, nagy olajtó háttal, nyögött, kupasz fejjel, ugye tipikus. És akkor, amikor mondtam neki, hogy én vagyok itt a lelki orvos. Ugye, mi a pap? Mondom, ja, akkor hozzon nekem. Azt mondja, misebort, hozzon piszt, meg hozzon nőt. És mondom, és még? Hát mikő még? Tehát ez az a... Akkor magasabb értékrendet képvisel a kincs hírgyönyör. Erről meg ugye a Merengőhöz című versében Vörös Marti mondja, hogy legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm, mert ezek leállnak, előbb-utóbb kilépnek az életünkből, és ha nincs a harmadik létrendből élményszerű többlet, szeretet, szép, művészet, jó, igaz, transzcendencia, ugye, ami természet fölötti, akkor az nagy tragédia. Most én úgy látom,
kis tapasztalataimból, ugye, hogy éppen itt beszéltem kedves doktor úrral, barátommal, Andrással, hogy én is majdnem orvos lettem, aztán azért úgy szeretem a betegeket, meg sokat szenvedtem. Háborúban, fogságban voltam, diákkoromban, Oroszországban, szénbány, minden. Akkor 9 kórházba keresem mindig azokat, akiket el kell igazítani, hogy megnyíljon számukra a transzcendencia, ami mindenkiben ott van ám a vágy. És akkor, hogy és akkor 14 intenzív osztály, rengeteg haldoklóval találkozom, és akkor ugye eljut odáig az ember, vagyis a beteg, hogy nincs krumpli liszt bableves, már nem kell, a gyomra rossz, akkor kincs hírgyönyör, a szex már kihalt belőle, ugye többi érték, ilyetén érték is ugye nem kell neki, és akkor ott van bent egy gyökér, amit Jung úgy nevez, hogy isteni gyökér, az az ős archetípus, ős magatartásforma, ami mindenkiben ott van, mert Isten minket a maga képére teremtett. Most csak ezt rezonanciába kell hozni, és akkor az ember odalép hozzájuk, és akkor ez rezonanciába jön. Én úgy látom, nagyon sok tapasztalattal, hogy nem találtam én még embert, aki Isten nélkül halt volna meg. Tehát annyira aranyos a megváltó, és annyira irgalmas, hogy valahogyan csak becserkészi, látom, hogy elvesz sok mindent, ami fölösleges, ugyan nem jól esik ez az embernek, és akkor a végén előjönnek ezek a nagy értékek, amelyek boldoggá tudják tenni. Egyébként eszembe jut a Pap Lajos szívsebész professzornak egy olyan élménye, hogy ugye a losonci elvtárs, akiről mi tudjuk még, hogy ki volt a régi rendszerben, a maiak már talán kevésbé, komoly szívműtét előtt állt idős korában, és a műtét előtti egyeztetésnél úgy ment ki a szobából, hogy jaj Istenem! És ugye visszahívta, hogy jól hallottam, losonci elvtárs, mert úgy itt szólította, Istennel, Istenre hivatkozik. Tehát igen. Ez úgy, ez a nagyon mélyről jövő sóhaj, ez úgy előtör, még olyantól is, akitől esetleg nem is várnánk. Két kis példa esetleg, ugye, hogy egyik intenzív osztályon jó pár évvel ezelőtt foglalkozom ezekkel a szegény nyomorultakkal, és aztán csak hallom a szomszéd ágyon, valaki mondja, hogy Az autót a minisztérium elé kérem, és ilyeneket mond, ránézek, Kállai Gyula, ugye a nagy spanyol, mit tudom én, polgárháborúban gyilkolták a papokat, meg a piarista is egy jó pár, ugye ott hirtelen halált halt, és akkor aztán oda megyek hozzá, és mondom neki, hogy ki vagyok, mondom, miniszterelnök úr. Mondom, ön azért hisz az Istenbe? Hát mit gondol? Én református vagyok, naponta olvasom a Szentírást, a zsoltárokat és a többi. Tehát ugye, hogy... Na most egy másik nagyon érdekes, hogy egyik szobában, női szobába bemegyek. Mondom, hogy ki vagyok, 4 asszony nagyon boldogan fogad, haldokló nincs, akkor ugye az már enyhíti a kötelezettségemet. A negyedik fekszik és néz fölfelé, és semmit nem reagál, mert ott beszélgettünk, kicsit imádkoztunk, semmi. Oda megyek hozzá, aztán mondom neki, hogy katolikus tetszik lenni? Semmi. Mondom, hát egy cinikus. Erre megszól a szomszédja, azt mondja, hogy hiába mondja neki tisztendőr, ez süket. Jó. Elővettem a kis felszületet, amit mindig viszek magammal, aztán mutatom neked, Jézus, semmi. Mondom, hát ez borzasztó, hogy lélek lehet. Erre azt mondja a másik, hogy ez vak is. Ez ritka jelenség, ugye, párosítás. És akkor mondom, most mit csináljak, ugye? És akkor így megfogom a kezét. Ki az? Hogy mondjam meg?
itt a tenyerem, írja rá nagybetűkkel. És akkor kezdtem írni, még felét sem mondtam, mindig már ő mondta, hogy mi. Uh-huh. És akkor megkérdeztem tőle, hát a magam módján, hogy katolikus. Nem, én Jézus hívő zsidó vagyok. És akkor mondom, hisz Jézus, Isten fia, föltámad, stb. Igen, nagyon. És akkor mondom, és nem akart megkeresztelkedni még? Ezt még tőlem soha senki nem kérdezte. Na mondom, akarna, de nagy beteg volt. Igen. Újra elkérdeztem a hitigazságot, nagyját tudja, hogy mit. És akkor fogtam ugye vizet, és akkor szépen megkereszteltem. Hát ott sírt mindenki. Úgyhogy ennyire a lelkek mélyén ott van a Jóisten, és nem engedi el az embereket, hogy elkározzanak. András, te mit írsz ebbe a képzeletbeli beteg, vagy valóságos betegnek a tenyerébe? Még egy kicsit visszautalnék, mert nagy élmény volt nekem. Lajos atyának azt hiszem a második Mondom néktek volt, és abban ilyen nagy megtéréseket írtál, beidéztél valakit, hogy Lenin, Mao Tse-tung, Heine, ezek mind a haláluk előtt látványosan tértek meg, tudom én, Mao Tse-tungot egy katolikus apáccal. Igen, Marx is. Hitler, Stalin, az ott nem volt benne, arról nincsen. De az is érdekes, hogy ezt a templi püspök úr még élt, igen, mondta el, hogy valaki a mennyországba jutott, és akkor hát ugye boldog, annyi szép lélek ott össz, és ott ül köztük Stalin is. Igen. És erre fölháborodik, hogy hát micsoda, ez a gyilkos és minden, és akkor ezt csak megszólal a Stalin, azt mondja, halkabban, ha nem, de te is kegyelem által üdvözültél. Aha. Igen. Igen, különben ez egy nagy kérdés, de nem mindjárt, hogy ugye nagyon sok atya is mondja, hogy van pokol, de remélhetőleg üres. Igen. Igaz? Hogy az utolsó, amiről már mi nem is tudunk, vagy a... Az aki, utolsó másodperc. De azt mi már nem tudjuk, azt te se tudod adott esetben, mert biztos neked is volt olyan, aki elutasító volt, de még ott van egy utolsó, igen. Utolsó pillanat. Na, bocsánat csak. Na, szóval te mit írsz ebbe a tenyérbe? Én itt a magányosságnál ragadtam le, amit nem csak kórházban érez, hanem sok egyedülálló, otthon lévő ember, bizony. És ugye ezeken az ünnepnapokon sajnos megnövekszik a öngyilkosságok száma, ez egy kimutatott statisztika, és hogy hogyan küzdhetünk a magányosság érzése ellen. Mert a magányosság az egy érzésként jelentkezik, mondhatjuk így, egy kísértésként jelentkezik. És a bíró László püspök, hogyha egy családkonferencián mondta, más kapcsán különben szerintem mondta ő ezt, hogy a érzéseimről nem tehetek, de az érzelmeimről már igen. Tehát ahhoz, hogy az érzésből csináljak egy érzelmet, ami már komolyan hat rám, depressziót okoz egyebek, arról bizony ott egy kis szabad akaratot már hozzá kell adni. Tehát, és úgy lehet ezeket a rossz érzéseket leküzdeni, hogy valakire figyelek, olyanra, aki, ha őrá figyelek, Jézusra, a bennem élő Jézusra, mert ő bennem van, mi ő benne vagyunk, ahogy ezt mondta, akkor bizony rájövök arra, hogy nekem ugyan van egy ilyen rossz érzésem, elfogadom, nem tudom kidobni, van egy ilyen kísértésem a rosszra, de nem hat rám. Ez a kulcs szó, hogy van, de nem hat rám. Mit jelent ez? Ha elkezdek imádkozni, számtalanszor van nekem is nagyon rossz érzésem, félelmi kísértés, orvosi pályával kapcsolatban, mi lesz a gyerekekkel, ha éppen rossz paszban vannak, tudjuk ezt gyakorló szülőként, vagy akár nagyszülőként, de hogyha én tudok mindig imádságba Jézusra, vagy a bennem élő szűzanyára figyelni, akkor arra jövök rá, hogy vannak, de nem hat rám, föl tudtam venni egy távolságot tőle, nem akadályozza az életemet, szabaddá tud válni a lelkem,
nem a saját problémáimon gyötrődöm, nem akarok jobb lenni másoknál mindenáron, nem ezzel foglalkozom, nem akarom állandóan összehasonlítgatni magamat másokkal, és így a rossz érzésem, a magányosság érzésemben is hagyom, hogy átjárjon az élet, gyógyítson, akár a betlehemi születésre gondolva, egyszerűen gyógyulok, és ez a tudatosság útja. Tehát valóban az egy tudatosság útja, hogyha ott vagyok kórházba, kísért rettenetesen a magányosság, az egy tudatos döntés, hogy tudatosan elkezdek-e imádkozni. És ha elkezdek, meg fogom figyelni, hogy szépen elmegy ez a rossz érzés, ez a magányosság érzése, mint ahogy a Dunán, ha ülök a parton, úgy úsznak le ősszel a falevelek. Te ezt tudod, meg a hívő betegek tudják, de nem csak hívő beteg létezik. Mit mondasz annak, akit Lajos atya említett, mondjuk annak a srácnak, aki, mit tudom én, bablevest, vagy már mit kért? Mit mondasz neki, hogy ezt megértse? Van egy gond, de majd kíváncsi vagyok, hogy erre Lajos atya mit mond, hogy ő mit mond nekik. Én azt mondom nekik, hogy akkor térj a lelkiismeretedhez. És amikor voltam egy lelki gyakorlaton, egy ilyen szemlélődő lelki gyakorlaton a Jálics atyánál, a jezsuita atyánál, és megkérdezték tőle, hogy kire gondoljon az, aki nem hívő, az ki, kire tekintsen. Azt mondja, hogy válasszon egy példaképet, nem tudom én, lehet Gandhi, de lehet az édesapja, akit mindig szeretett, és ő rá próbáljon figyelni, és az is valahogy meghozza ezt a enyhülést. Hát nem tudom, hogy mi erről a véleményed, hogy igaz ez, hogyha mondjuk én rossz érzéseim vannak, Gandhira figyelek, vagy az édesapámra, aki egy nagyon jó ember volt, avval is le tudom ezeket az érzéseket szorítani, és nem csinálok belőle érzelmet. Hát ugye én azért még Gandhin is túlmegyek, amikor mindenkinek ezt mondom, hogy Jézus üdvözli, és üzeni, hogy bízom benne. Igen, de aki nem hisz benne. Tudom, annak igen. is, én mindenkinek elmondom. És csak annyi, hogy egy kis könycsepp megjelenik. Rendben van, pillanatok alatt ez jobb latornása volt, nem tudom milyen gyónás. Nem is tud beszélni, vagy egy mosoly suhan át az arcán. Rendben van. Tehát ugye, hogy valami jel, és akkor egy érdekes jeladás volt, hogy a férfiú, gyönyörű férfi arc látom messziről, és akkor oda megyek hozzá, és leülök, és ezeket mind elmondom neki, semmi reakció. Én föltételezem, hogy az én szeretetem is a Jóistennél besegít, mert ha igaz az érték, de Szentírás van, akkor igaz, hogy jó dolog a halottakért imádkozni, hogy föloldozást nyerjenek bűneikből. Tehát én itt ebbe a dimenzióba imádkozom, értük vagy érte, és a másik dimenzióban ez neki jó erőt ér, nem is tudja talán, hogy ki és mi miért vagyunk itt. Kiknek az imájából, meg a szeretetéből, ugye? És ezt a fiatal embert, hogyha olyan súlyos állapotban van, aki egyébként bablevest kér, mondjuk a kettő ellentétben látszik egymással lenni, de erről a fiatal emberről van szó, feloldozod? Vagy kell hát az ő részéről a bűnbánat? Nem, a szent kenet, hát azt mindig elmondom, hogy akkor bánja meg bűneit, bízzon Jézusba, és akkor az már az ő belső dolga, de én ezt elmondom, és akkor sem tett feloldozom, a szemkenet maga is a feloldozás szövege, és akkor ott ülök, semmit meg nem rezdül az arca a bácsinak, de csak egy simogatás itt az kezemen. De a szent útra való, az ugye az még egy plusz, tehát a maga az áldozás. Igen, ha képes, hát még, ha még áldozni, jó, tételezzük fel, hogy még képes, tehát a szent kenet után még magához lesz, venni az Úr Jézus testét. Ugye a hittani ismereteink, általános ismereteink szerint ahhoz mindenképpen kell a bűnbánat. Tehát létezik olyan eset, hogy a szent kenetet nyugodt lelkiismerettel föladod neki,
Azt hiszem, azt úgy tudom, hogy megtagadni nem is lehet, hogyha valaki kéri. De a szent útra valóhoz a bűnbánat szükséges, hogyha nem látszik rajta, vagy bármilyen okból kifolyólag úgy látod, hogy ő nem bánta meg, akkor létezett olyan a hivatásod során, hogy valakinek ezt a szent útravalót nem adtad ezzel meg? Ezzel én óvatosan bánok, mert ugye nagyon sokszor úgy megjártam, hogy kiköpte, vagy nem tudta lenyelni, vagy úgyhogy tényleg teljes tiszta fej kell hozzá, de az szenvedés az tisztít. Tehát ugye, hogy ott már az emberekbe a bableves, a krumpli, a liszt nem kell, akkor a kincsirgyönyör fűt rá, ugye, és akkor előjön az igazi én, aki alkalmas már rész ezekre, hogy elfogadja. És akkor volt még egy ilyen érdekes eset, hogy mondta a nővér az egyik kórházba, pont a te kórházadba, már úgyhogy mindenki ismer, Lajos atya, mielőtt megy a többihez, ott ugye a Strógnál van az első emeleten az intenzív, azt mondja, mielőtt a többihez menne, rögtön ehhez menjen, ehhez az asszonyhoz, mert az, ott volt az a paraméter tábla, hogy azt mondja, az előbb 50-et jelzett, és most már azt mondja, már csak 35. Ugye ez így megy lefelé, ez a bindomi összegyűjtő ide. Csak oda mentem hozzá, elmondtam mindent, és akkor föladtam a szent kenetet, egyszer csak a nővér kiabál a másikhoz, hogy nővér, gyere, nézd, oda nézd, az előbb 35 volt, most már megint 50. Tehát ő ma nem tudta ki a testet mozgásba hozni, de a gép meg észlelte, hogy ott nagy dolgok történnek. Igen. Úgyhogy ez annyira megerősített engem abba, hogy az ember az mindig ember, és ugye ott a legmélyén azért, hogy is mondta Aquinói Szent Tamás, hogy az ember természetes vége természet fölötti. Na most szerencsére, most ezt idézőjelbe teszem, mert lehet, hogy éppen szerencsétlenségére nem mindenki hal meg a kórházban. Egy bizonyos részüknek elérkezett az ideje. Tehát az itt statisztikailag elmondott számoknak a döntő többsége azért az továbbra is ott van karácsonykor a beteg ágyon, nézi az ajtót, hogy ki lép be, nem lép be senki, vagy nem az, akit annyira várna. És ott van a karácsonynak egy ilyen nagyon kiélezett érzelmi állapotában ez a nagy ellentét, ez a nagy belső ellentét. Tehát nekik mit tudtok üzenni? Én egy fontos dolgot még az előzőt, de ide ivág a felvetett kérdésedre, hogy az ordító magányosságnak szerintem, én gondolom, az egyik oka, hogy nem tudtunk valamit például megbocsájtani. Tehát én most itt a hívő emberekről beszélek, tehát nem akik ugye hívőnek mondják magukat, és valahogy nem megy nekik ez mondjuk ez a vonulat, hogy mondja szegény az üdvözlégyet, de úgy nem érzi a könnyebbedést, hogy ott a lélek mélyén ott van valami nagy súly, ami még mindig húzza lefele, és nem tudja felszabadítani az imával ugye ezt a odafigyelést, és figyel a saját bajaira. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy meg tudtuk-e szívből bocsájtani azokat a sérelmeket, amik jöhetnek gyerekkorunkból, a jelenből, saját magunknak meg tudtuk bocsájtani. Sőt, még egy lelki gyakorlaton azt is hallottam, hogy Istennek is meg kell bocsájtani. Az se baj, hogyha elismered, hogy ráharagszol, és neki is próbálj megbocsájtani. És ezzel megint egy őrületes nagy szabadság lépést teszünk Krisztus felé, és nem sülünk be ebbe a gyötrelmekbe. És azt meg az, amit egyénileg dolgoztam ki módszert, mert a épp lelkületű embert is ez zavarja, hogyha haragszik valakire. Azt dolgoztam, kiképzeljétek el, hogy így mondjuk mondom a rózsafüzért, és az üdvözlégy után belegondolom életem legnagyobb bűnét. És akkor mindjárt eszembe jut, hogy nekem ezt rengeteg ember érintett abortuszban,
nem mint nő, meg orvos, hanem mint férfi mint is. Bűntárs. Mint bűntárs, így van. És bizony én is 25 évvel ezelőtt voltam érintett, nem, hál' Istennek nem a házasságomban, de tök mindegy, mert az a gyerek nem tehetett róla. És bizony, hát akkor te, ha neked ezt Isten Krisztus megbocsájtotta, akkor neked hogy van pofád nem megbocsájtani annak, aki, tudom én, megsértett, vagy jó. Most mindegy, hogy teljesen mindegy. Tehát ez egy jó metodika, hogy gondolj a saját legnagyobb, ne legyen nem önváddal, meg bűntudattal, bűnbánattal, de ez kiemel abból, ami visszafog, hogy lehúz, mert nem tudtál szívből megbocsájtani. Tehát mi az, ami erőt ad a nem feltétlenül haldokló számára karácsonykor? És itt akár zárójelben megemlíthetném az utóbbi fél évben előszeretettel és méltán foglalkozott veled a Médi András, itt ugye a Szijjámi Kertpár szétválasztása kapcsán. Mondjuk egy olyanok, akik abszolút nem keresztény közegben vannak. Ott van karácsony, jelent egyáltalán egy nem keresztény számára a karácsony bármit is, egy olyan különleges löketet, hogy a beteg ágyon eszébe juthatnak transzcendens gondolatok. Itt nyilván nem a két gyerekre gondolok, hanem a szülőkre. Persze, azt tanítják az atyák azért, meg ugye az Úr Jézus is, hogy a hindu, muszlim, mit tudom, bármilyen sok-sok vallás van ott a lélek legmélyén, azoknak is Krisztus hangja szól, csak ők nem tudják megnevezni. Ez nekünk egy nagyobb felelősséget jelent. És sokan üdvözölnek közülük is. És persze, igen, csak ők nem tudják, de amikor leérkeznek a lelkük mélyére egy ilyen krízis helyzetben, ők ugyanabban a Krisztusnak a hangját, vagy érintését érzik, hallják, mint mi keresztények, csak ő nem tudja ezt megnevezni. Ez így megállja a helyét. Igen, megállja a helyét. Hát igen, ez a hitünk alapja. Ki kell szabadítanunk az Úr Jézust a vallási ketrecből, tehát ő sokkal több annál, mint hogy csak legyen egy vallás alapító, mert olyanból volt vagy 3000. Mielőtt Miklós Kám, te is szólnál a rabjaidról, a börtönökről, szeretnék üzenni valamit a magyar társadalomnak, Pilinszky alapján. Ismerős biztos, hogy egy nagyon nagy, mély értelmű és érzésű ember, és a saját művéből olvasom, a karácsonyt értelmezi. Az új emberben jelent meg ez a számot a 20-as években, 30-as években. És akkor azt mondja, hogy annak, akinek az ünnepei már csak az idő, a karácsonyi ünnepe csak az idő körforgását jelenti, annak számára lassan kihűl a karácsony melege. Kiürül jelentése, míg végül kínos teherré válik. Jaj, mert ugye bevásárolni, jaj, takarítani, jaj, minden. És akkor tessenek arra gondolni, kedves hallgatók, hogy van-e otthon Krisztusnak helye karácsonykor? A média eddig még nem is említette szinte a karácsonyt, a Jézust. A fenyő ünnepe már ki van téve nagy plakátokra. És akkor folytatja, azt mondja, a gépiest, a közönyösset, a mereven ránk szabottat sikerül, kell, hogy szabadsággal értelemmé válasszuk. A valódi ünnep az idő és az öröklét érintkezése. És nincs természet fölöttiség, mert nincs Jézus. Van Maigli, meg mit tudom én, esetleg éjféli misére elmegy, de ez inkább csak egy ilyen kényszer képzet. És akkor nagyon érdekesen vonja a következtetést. Harcba kell szállnunk azért, ami elveszett, hogy a járulékos elemek nyomasztó romhalmazai alól ismét kiszabadítsuk a lényeget, a Jézust, és az emberi időnk isteni jelentését. Hát ezzel, Lajos, hogy egy nagyon kiváló felütést adtál itt a búcsúhoz, hogy itt a mai alkalomnak a végén egy biztatást adjunk a
kórházban, vagy nem kórházban, idős otthonokban, szociális létesítményekben fekvő betegeknek, akár tudatuknál vannak, akár nincsenek tudatuknál, akár demensek, akár teljesen észnél vannak, akár egy hospice házban, akár egy hajléktalan szálon. De próbára teszi őket ez a közelgő karácsony, különösen karácsony este. De pont ez az az időpont, amikor az egyetlen válasz, amit a bevezetőben említettem, Jézus, eljön effektív megtestesülés formájában. És aki nem hívő, annak esetleg egy átvittebb formájában próbáljuk meg, vagy megpróbálom úgy ezt elmondani, hogy ha nem Jézusként gondol rá, akkor megjön az az erő, ami önmagában ott van az isteni teremtésnek a következtében. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek ehhez a betegeknek, egyedülállóaknak erőt adó műsorhoz. Nektek is áldott karácsonyt kívánok a közelgő napokban, még felkészülésként, és aztán nyilván a legmeghittebb pillanatokban karácsony este a családotok és szereteitek körében. Köszönjük szépen, és akkor a kedves hallgatóknak, magyar népnek is tényleg jézusi karácsonyt kívánok.